Durva a vitánk Orbán Viktorral, ami még múlt héten a parlamentben robbant ki. Nézzétek csak, hogy már megint mit akarnak eltitkolni előletek. Néhány nappal ezelőtt ugyanis az ENSZ elé került egy újabb határozat, ami ezúttal azért ítélte el Izraelt, mert Izrael továbbra is folyamatosan az általa megszállt szíriai és palesztin területeken úgynevezett izraeli telepeket létesít, és Magyarország itt megint magára maradt az Amerikai Egyesült Államokkal, Kanadával és Izrael. Ja, persze ott volt még mellette Nauru és Mikronézia, de Pápua Új-Guinea már kihátrált ebből a csoportból. Úgy tűnik tehát, hogy Orbán Viktor folytatja ezt az őrült külpolitikát, mint hogyha 30 évvel ezelőtti világban ragadt volna Orbán Viktor, és nem vesz észre az új világrendet, nem vesz észre azt, hogy az ő feladata az lenne, hogy a magyar gazdaság számára partnereket, kereskedelmi partnereket, illetve piacot szerezzen, de így elfogja Magyarországot teljesen szigetelni. Arról már nem is beszélve, hogy az Amerikai Egyesült Államok éppen nemrégiben rúgta föl azt az 1979 óta érvényben lévő megállapodást, amelyet szinte senki mással nem rúgott fel, csak Magyarországgal szemben, ami ugye a kettős adóztatás tiltásáról szóló egyezmény volt, így aztán túl sok gazdasági kapcsolat a jövőben Amerika és Magyarország között nem várható, úgyhogy lehet, hogy Orbán Viktor Naurura vagy Mikronéziára gondol, mint kereskedelmi partner vagy mint piac a jövőre vonatkozóan, és azoknak is szeretnék üzenni, akik azt mondják, vagy azt gondolják, hogy Izrael védi Európát az illegális migrációval szemben. Ez egy óriási nagy butaság, ugyanis mi, akik itt vagyunk, már 8 éve itt küzdünk a magyar-szerb határon, mi pontosan tudjuk, hogy többségében azok jönnek, illetve ezek a bűnszervezetek, akik itt szervezik az embercsempészetet, a migrációt, pontosan azokból az országokból érkezett bűnözők, migránsok, amelyeket Izrael és Amerika szétbombázott, destabilizált, tehát Afganisztánból, Szíriából jöttek a legtöbben, illetve Észak-Afrikából, vagy hát Észak-Afrikán keresztül jönnek azok az afrikai bevándorlók Európába, akik simán át tudnak most már menni a tönkretett, destabilizált Líbián és észak-afrikai államokon. Tehát ez egy óriási nagy tévedés. Izrael magát védi, önmagáért harcol, de semmiféleképpen nem Európáért, és ne keverjük össze az Európába irányuló migrációt azzal, ami most Izraelben, illetve Palesztinában zajlik. A palesztinok ott nem migránsok, hanem otthon vannak. Mi sem Izraelt, sem Palesztinát nem akarjuk felszámoltatni, nem akarjuk, hogy megszűnjenek, hiszen akkor újabb menekültek érkeznének Európába, valószínűleg izraeliek pont Magyarországra jönnének leginkább, a palesztinok pedig Nyugat-Európába, de nem kell, maradjanak ott a szülőföldjükön. Mi ezért támogatjuk az ENSZ két állami megoldását, ezért akarunk tűzszünetet, ezért akarunk békét, és ezért akarunk kereskedni az egész világgal, és nem elszigetelni Magyarországot, ahogy azt most Orbán Viktor teszi.